Köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, Nemes Anna vagyok. Sem Karácsony, sem Márki-Zay nem lép vissza a másik javára, egymás mellett szerepelnének a szavazólapon. Dobrev Klára nem fogadja el, hogy két riválisa együtt induljon ellene. Karácsony Gergely előtte azt mondta, majd megoldják. És újra működnek a legnépszerűbb közösségi oldalak, az összeomlás több milliárd dolláros kárt okozott. Közösen indulna az előválasztás második fordulójában Márki-Zay Péter és Karácsony Gergely. A két miniszterelnök jelölt erről Hódmezővásárhelyen közel 4 órán át tartó tárgyalás után tartott sajtótájékoztatót. A civil választási bizottság elnöke szerint ugyanakkor erre nincs lehetőség. Összesen több mint 633 ezeren vettek részt az előválasztás első fordulóján. A lebonyolításban résztvevő civil választási bizottság már készül a második fordulóra, a szavazólapokat is hamarosan legyártják. Azt, hogy végül 2 vagy 3 miniszterelnök jelölt neve szerepel majd rajtuk, még nem lehet tudni. Sziasztok. Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter Hódmezővásárhelyen beszélt a Hogyan továbbról, ám az egész délutánon áttartó egyeztetésen sem döntöttek arról, hogy kilépjen vissza a másik javára. Mi megértettük azt, hogy csak együtt tudunk előválasztást és választást nyerni. Márki-Zay azt mondta, a közös programpontokról egyeztettek, megállapodtak például arról is, hogy Hadházi Ákos vezeti majd azt az elszámoltatási szervezetet, amely a 2010 előtti korrupciós ügyeket is feltárná. A család támogatások rendszerét megtartjuk, a családi adórendszert megtartjuk, nem csak azért, mert 7 gyermekes édesapaként számomra ez fontos, hanem mert a demográfiai katasztrófa Magyarország egyik legnagyobb problémája, az ország jövője, záloga az, hogy ezzel a helyzettel meg tudjunk birkózni. Arról is döntöttek, hogy közös minimum programot hoznak létre, ami nem ellentétes a 6 párt által létrehozott közös programmal. Erről a következő 24 órában egyeztetnek még. Szeretnénk elérni azt, és ezt fogjuk kezdeményezni a választási bizottságnál, hogy mind a kettőnk neve szerepeljen nem egymás alatt, hanem egymás mellett a szavazólapon. Kizárhatjuk ezt a lehetőséget. A civil választási bizottság elnöke híradónknak azt mondta, közös indulásra nincs lehetőség. Csak az egy név szerepelhet ebben a helyzetben, akkor le fog egyszerűsödni. 2 szereplős lesz ez a verseny, és bárki bármilyen megállapodást kötött, ez ilyen értelemben a szavazólapot nem fogja tükrözíteni. Dobrev Klára még Márki-Zay Péter és Karácsony Gergely bejelentése előtt arról beszélt, az ellenzéknek együtt kell legyőznie Orbán Viktort. Az a 106 bajnok mindannyiunkra számíthat ebben a küzdelemben. Orbán Viktor nem ez vagy az a miniszterelnök jelölt, nem is a győztes miniszterelnök jelölt fogja legyőzni, hanem a győztes csapat. Jakab Péter egy Facebook bejegyzést tett közzé, amiben a választóihoz szólt. Úgy fogalmazott, továbbra is tartjuk magunkat az előválasztás és az összefogás szellemiségéhez. Akit ti megneveztek közös miniszterelnök jelöltnek, azt fogjuk teljes mellszélességgel támogatni, a döntésetekben pedig nem kívánunk benneteket befolyásolni. Híradónk kérdésére Márki-Zay Péter erre úgy reagált, a Jobbiknak illett volna határozottabban állást foglalni. A beszélgetés Márki-Zay Péterrel nem döntött el a kérdést, hogy kilép vissza a másik javára, de fenntartja, hogy nem fog visszalépni. Ezt mondta Karácsony Gergely az Egyenes beszédben, és azt is hozzátette, ahhoz, hogy erről döntés születhessen, fontosak azok a garanciák, amikről tegnap beszéltek. Karácsony Gergely arról is beszélt, ha ő lesz az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje, akkor nem csak Márki-Zay Péternek ajánlja fel a miniszterelnök helyettesi pozíciót, hanem Dobrev Klárának is. Ahhoz, hogy koalíciót kössünk, minden pártnak van valami, ami, vagy vannak ügyek, amik még fontosabbak, mint más ügyek. Most Márki-Zay Péterre beszélgetünk arról, hogy ha én lennék a miniszterelnök, neki milyen ügyekhez kellene garanciák, nyilván ez fordítva is fölmerül az ő szempontjából, és akkor utána megyünk tovább. Nyilván a demokratikus koalíció nélkül nem tudunk, és nem is akarunk kormányozni. Arra kéri Karácsony Gergelyt és Márki-Zay Pétert, hogy a kettőjük közötti konfliktus ne hasson ki az előválasztásra. Így reagált Karácsony Gergely felvetésére Dobrev Klára. A DK miniszterelnök jelöltje arra kérte két riválisát, minél hamarabb döntsék el, hogy ki indul, hogy le lehessen húzni a harmadik jelölt nevét a szavazólapról. Dobrev Klára kitartott amellett, hogy nem lehet menet közben kitalálni, hogy valaki tandemben indul. Nekem teljesen mindegy, döntsék el, lehet egy, lehet kettő, mármint, hogy csak nem egy sorban, hanem, vagy nem egymás mellett, hanem valahogy érti.
Az előválasztás volt a legfőbb téma. Tegnap a parlamentben Tordai Bence, a Párbeszéd politikusa Karácsony Gergely, a DK-s Varga Zoltán pedig Dobrev Klára kormányzó képességéről beszélt. A kormány szerint viszont az előválasztás csak egy Gyurcsány színjáték, ahol a jobbikos Jakab Péter teljesítette feladatát. Néhány listás szavazatért cserébe átvitt a baloldalra egy nemzeti pártot. Rájöttem, hogy teljesen mindegy, hogy miről beszélek napirend előtt az országgyűlésben, a kijelölt fideszes államtitkár úgyis heveny gyurcsányozással fog válaszolni. Tordai Bence szerint a kormánypárt csak a lopáshoz és a hatalom technikához ért. A miniszterelnök a gyurcsányozással újra és újra a múlt harcát szeretné megvívni. Karácsony Gergely akkor sem tudna kijönni az összödi szemkilövető árnyékából, hogyha akarna. Dömötör Csaba azt mondta, Karácsony Gergely már az összödi beszéd idején Gyurcsány Ferenc titkáraként dolgozott. Ráadásul, mint fogalmazott, a baloldalon a DK lesz a legnagyobb erő, Karácsony pártja pedig csak 7 helyen állíthat jelöltet. Senki nem gondolhatja komolyan, hogy ilyen körülmények között Karácsony Gergely képes lenne önállóan döntést hozni. És nem is akar. Varga Zoltán arról beszélt, hogy a DK a lopott vagyont nem megadóztatja majd, hanem elkobozza. Ha ezt tennénk, az azt jelenteni, hogy valamilyen módon legitimnek, vagy elfogadhatónak tekintenénk a lopást, a közvagyon bizsmálásának bármilyen formáját. Ahogy szép kommunista tempóban leszalámizták az ellenzék többi pártját az előválasztásnak nevezett Gyurcsány színjátékban, ahhoz gratulálni szeretnék. Végezetül egy utolsó megjegyzést, hogyha megenged, azt mondta a képviselő, ezen itt nagyon jót derültünk, hogy nem akarják megadóztatni az ellopott vagyont. Hát ezt megértem, mert hogyha megadóztatnák az ellopott vagyont, akkor ki kellene költözni az apró villából. Az önöknek nagyon nem lenne jó. A Jobbik országgyűlési képviselője azt firtatta, a párt az ellenzék egyetlen jobboldali néppártyaként azért vett részt az előválasztáson, hogy lebontsák a Fidesz túlhatalmát. Hol van Jakab Péter? Dömötör Csaba államtitkár szerint Jakab Péternek nem volt bátorsága eljönni a parlamentbe, hogy magyarázatot adjon a negyedik helyezéséről. Az államtitkár úgy fogalmazott, a Jobbik elnökének az volt a feladata az előválasztáson, hogy átvigyen a baloldalra egy nemzeti pártot, és pár listás szavazatért cserébe lerakja a posztkommunisták lába elé. Mindössze 33 szavazattal kapott kevesebbet az előválasztáson az egyik szabolcsi jelölt, ezért megóvta az eredményt. Azt állítja, hogy azokban a körzetekben, ahol ő a népszerűbb, sokkal kevesebb ideig lehetett szavazni, mint ott, ahol riválisa az erősebb. A szabályok szerint ilyen kis különbség esetén újra kell számolni a szavazatokat. Bélteki Béla a Szabolcs-Szatmár Bereg megye 6-os választási körzetében indult a jelölti tisztségért civilként, de a Jobbik, az LMP és több más párt is támogatta. 1%-os különbséggel szám szerint mindössze 33 szavazattal kapott kevesebbet, mint a nyertes. A második helyezett szerint voltak furcsaságok az előválasztás körül. Fontos minden lépést az azonosításnál végigjárni. Ha és amennyiben ez nem történik meg, ezek a szavazatok lehetnek érvénytelenek is. Ezzel szemben 3 napon keresztül Nyírbátorban érvénytelenül, azaz az első, illetve második pont elhagyásával történt. Bélteki azt is sérelmezi, hogy azon a környéken, ahol őt ismerik többen, 5 annyi ideig lehetett szavazni, mint a másik jelölt számára kedvezőbb körzetekben. Bélteki Béla ezért megóvta a választás eredményét és kérte az újraszámolást. A szavazatból egészen egyértelműen kiderül, hogyha nagyon szoros az eredmény egy egyéni választási körzetben 2% alatt van, akkor az újraszámolás kötelező. Következésképpen, hogyha ilyen jellegű panaszok érkeznek, akkor a panaszost meg tudjuk nyugtatni a tekintetben, hogy ezen a héten nagy valószínűséggel az újraszámolást realizálják. A körzetben nyertes jelölt azt mondja, ő már megkapta a határozatot, amit tudomásul is vett. Nem tudom, hogy miért kellene újra számolni. Én nem kételkedem az előválasztási bizottság matematikai tudásában. Az első helyen álló jelölt azt mondta, hogy a voksolás előtt minden szervezetnek volt lehetősége javaslatot tenni, ezeket beépítették a rendszerbe. A másodikként végzett Bélteki Béla még nem kapott választ a beadványával kapcsolatban, de szerinte egészen más lett volna a sorrend, ha egyenletesen osztják el a szavazásra jutó időt. Az MSZP európai parlamenti képviselője szerint a Sputnik koronavírus elleni vakcina napokon belül felkerülhet a WHO listájára, de ez még nem segít azokon a magyarokon, akik az orosz oltásukkal csak költséges teszt után utazhatnak egyes uniós tagállamokba.
Az orosz egészségügyi miniszter korábban azt mondta, sikerült elhárítani az akadályokat az oltóanyag engedélyeztetésének útjából, így már csak a papírmunka van hátra. Magyarországon a hétvégén 1500 új fertőzöttet regisztráltak, és 31-en haltak meg a járványban. Úgy néz ki, hamarosan felkerülhet a Sputnik V vakcina az egészségügyi világszervezet listájára. Legalábbis erről beszélt az orosz egészségügyi miniszter Genfben, ahol a WHO főigazgatójával tárgyalt. 2 hete nem hajlandó válaszolni a magyar kormány a megkeresésemre. Az MSZP európai parlamenti képviselője többször fordult már az Európai Bizottsághoz, hogy amennyiben a Sputnikkal vagy Sinopharmmal oltottak harmadik oltásként az Európai Gyógyszerügynökség által elfogadott vakcinát kapnak, nekik is járjon az uniós oltásigazolvány. A koronavírus sajtóközpont adatai szerint ugyanis Magyarországra 1 millió ember oltására elegendő Sputnik vakcina érkezett, amelyből 923 ezer adagot már fel is használtak, a maradékra pedig még most is lehet jelentkezni. Azt remélem, hogy akár napokon belül felkerülhet a WHO listájára a Sputnik. Én magam is ezt támogattam a WHO-sokkal egyeztetve, de ez nem oldja meg a teljes mozgásszabadságot, mert vannak országok, ahol ezáltal szabadabb beutazást biztosítanak majd a magyaroknak, de a legtöbb európai ország továbbra is arra vár, hogy meglegyen az európai engedélyezése ezeknek a vakcináknak. Megkerestük kérdéseinkkel a WHO-t és az Európai Gyógyszerügynökséget, de adásunkig nem kaptunk választ. Rusvai Miklós arra hívta fel a figyelmet, nem csak a Sputnik elfogadásával vannak gondok. Nem került engedélyezésre az EMA által, és számos más ország sem fogadja el továbbra sem a kínai vakcinát. Nagy valószínűséggel a Sputnik is a WHO listára felkerül majd, de eddig sem volt gátja az alkalmazásnak az, hogy nem volt a WHO listán. A vírus itt van körülöttünk mindenütt. Falus Ferenc korábbi országos tiszti főorvos szerint októberben az őszi nyírkos időjárás miatt a vírus terjedése fel fog gyorsulni. Én alapvetően nem a korlátozásoknak a pártján vagyok, hanem azon, hogy nekünk magunknak kell felmérni azt, hogy magunkra és a másikra vigyázni kell. A Sputnik vakcina elfogadásával kapcsolatban megkerestük a külügyminisztériumot. Ők azt írták a híradónknak. Az orosz vakcina engedélyezéséhez szükséges vizsgálatok folyamatban vannak. A beutazási szabályokról pedig minden ország maga dönt. Ausztriában március végéig ingyenesek maradnak a koronavírus tesztek, jelentette be az osztrák egészségügyi minisztérium. Az ingyenes koronavírus tesztek finanszírozásáról ma döntenek a parlament egészségügyi bizottságában. Ezek azok a tesztek, amelyeket úgynevezett tesztutcákban, munkahelyeken, iskolákban, illetve adott települések önkormányzatainak szervezésében szakavatott egészségügyi személyzet végez. A gyógyszertárakban kapható ingyenes, otthon elvégezhető gyors tesztek ugyanakkor már csak október végéig állnak térítésmentesen rendelkezésre. 6 órányi szünet után ismét működnek a legnépszerűbb közösségi oldalak. Magyar idő szerint nem sokkal éjfél előtt állt helyre a Facebook, az Instagram, a Messenger és a WhatsApp. 2008 óta nem volt ekkora globális méretű leállás. A gond olyan nagy volt, hogy a cég belső kommunikációs platformja is leállt. Egy szakértő a jelenséget a Telexnek ahhoz hasonlította, mintha valaki kizárta volna magát egy belülről nyíló ajtajú szobából. A Facebook a Twitteren kért elnézést a hibáért és a kényelmetlenségekért. Az összeomlás azonnali gazdasági károkat okozott, a Facebook részvények árfolyamának több mint 5%-os zuhanása miatt az index számításai szerint nagyjából 56 milliárd dollárral, vagyis a teljes tavalyi magyar GDP 1/3-ával zuhant a részvények értéke. Most először tenger alatt járóról indítva tesztelték az új orosz csodafegyvert. A Cirkon nevű hiperszonikus manőverező robotrepülőgépet egy atomtenger alatt járóról lőtték fel a Barents-tengeren, és az orosz védelmi minisztérium szerint a fegyver eltalálta a célpontot. Putyin orosz elnök 2019-ben jelentette be, hogy a Cirkon a hangsebesség 9-szeresével haladva lesz képes a föld szinte bármely pontján a célpontok megsemmisítésére. Súlyos motoros balesetek történtek az elmúlt hetekben itthon. A szakértők szerint ennek több oka is van, részben a hideg és meleg időszakok sűrű váltakozása, a rosszul megválasztott tempó, vagy éppen a túlzott vakmerőség.
Tegnap készültek ezek a felvételek a Mátrában. Két motorost kellett a mentőknek kórházba vinniük, miután eddig tisztázatlan körülmények között egymásnak ütköztek. Egy 30 éves budapesti férfi motorkerékpárjával átsodródott a menet iránya szerinti baloldali forgalmisában egy jobbrévelési útkanyarulatban, és ott összeütközött egy beleszemben közlekedő, szintén motorkerékpáros, 28 éves piriscsévi férfival. A baleset után mindkét férfit súlyos sérülésekkel vitték kórházba mentők. A motorozást oktató szakemberek azt mondják, hogy az időjárás ilyenkor nagyon csalóka. Nagyon nagyok a hőmérséklet különbségek reggel, délben vagy az esti motorozásnál. Nagyon nagy különbség lehet az oldalszélnél. Párás út, az úton falevél, és nincsen hozzászokva a motoros ahhoz, hogy ezekhez alkalmazkodjon. Az időjárás mellett nagyon sokat számít az is, hogy a motor vezetője mennyire van tisztában a saját képességeivel. A probléma a következő, hogyha úgy gondoljuk, hogy az országutat összekeverik a versenypályával, akkor számos olyan dolgot is figyelembe kell venni, hogy autók közlekednek, teherautók jönnek, szembejövő forgalom van. Mindez egy versenypályán nem fordul elő. Egy erdei szakaszon különbség lehet a napsütötte és az árnyékos aszfalt hőmérséklete között, így pedig nagyon könnyű megcsúszni, és már meg is történhet a baj. Az ország déli és keleti részén a határmenti megyékben megkezdődött a rókák veszettség elleni immunizálása. Ilyenkor olyan csalifalatokat szórnak szét, amelyek elfogyasztása után a vadak védettek lesznek a betegséggel szemben. Májusban mutattuk be ezeket a felvételeket, amelyeken a lehető legnagyobb nyugalom mellett sétálgat egy róka nagykanizsán egy lakótelepen fényes nappal. Benézett a földszinti teraszokra is, és ha akart volna, akkor a nyitott ajtókon keresztül a lakásokba is bemehetett volna. Ha valakit megharap és elmenekül, akkor azonnal oltani kell. Ha ismeretlen állatról van szó, akkor elindul a veszettség elleni védőoltásnak a megrendelés az ANTS felé. Be kell, hogy jelentse a házi orvos, és akkor a pácienst egy ilyen oltási séma szerint oltjuk. Szerencsére Magyarország jó részén már eltűnt a veszettség kórokozója. A vadászok éppen ezért álltak neki az ország déli és keleti határa mellett a védekezésnek. Amióta itt Baranyában az orális immunizáció van a veszettség elleni, azóta mi nem találkoztunk veszett rókával. Bátrabbak lettek, valóban a faluba bemerészkednek, de az egyik se a veszettség miatt történik. Tehát mi ilyen esettel nem találkoztunk, gyerekkoromban volt még, amikor itt tudtam róla, hogy voltak ilyen esetek. A kirándulókat, leginkább a kutyával, a szabadban járókat ilyenkor komoly korlátozások szabályozzák. Akármennyire is jól levelt a kutyám, egy felriadó vad azért elviheti a figyelmét. Ebben az esetben azon különösen fontos, hogy póráz, odafigyelve ne tudja a kutya összeszedni ezeket a kihelyezett vakcinákat, illetve a kihelyezett eledet, hiszen akkor nem a róka fogja egyrészt megenni, másrészt tehát a kutyának sem biztos, hogy ez túl hasznos. Az ország nyugati és belső területein már nem végeznek hasonló vakcinázást, mert ezeken a részeken már nem kell attól tartani, hogy a szomszédos országokból áttévedő vad behozza a kórokozót. Óriási mennyiségű olaj ömlött a tengerbe Kalifornia déli partjainál. Egy olajfúró toronyból szivárgott ki csak nem 500 000 liter nehéz nyersolaj. A súlyos szennyezés miatt le kellett zárni egy népszerű strandot, de az olaj beszivárgott egy védett mocsárba is. Emellett rengeteg olajaláztatott hal és madár tetemet is találtak a környéken. A parti őrség merülő falakkal igyekszik körbekeríteni és összeszedni az olajszennyeződést. Megtelt olvadt lávával a Kilauea vulkán krátere Hawaiion, a szigetek legfiatalabb és legaktívabb tűzhányója a múlt héten tört ki. Jelenleg is füstoszlop emelkedik a magasba a kráter felett. Láva folyam azonban egyelőre még nem indult el, bár a hétvégén szemtanúk szerint a csúcson a láva szökőkútszerűen tört fel. A tűzhányó tavaly és 3 éve is kitört. 2018-ban a nagy erejű kitörést földrengés sorozat kísérte, amelyben több száz épület romba dőlt. Megdöbbentő felvételek érkeztek a Spanyolországhoz tartozó La Palma szigetéről, ahol éjjel leomlott az aktív vulkánkráterének fala, így tovább fokozódott a kitörés ereje. Egyre több település kerül veszélybe, miután a láva újabb útvonalon indult el. Lélegzettel állító felvételeket készítettek drónról onnan, ahol a madár se jár.
A képeken egészen közelről láthatjuk, ahogyan a La Palma szigetén kitört vulkánból származó láva eléri a tengerpartot, és a sziklákról a tengerbe ömlik. A forró magma azonnal megszilárdul, ahogy hozzáér a vízhez, ilyen módon gyarapítja a sziget területét. La Palma nyugati partvidéke már most 30 hektárral lett nagyobb. A tudósok hajóra szálltak, onnan tanulmányozzák a vulkánkitörés hatásait a tenger élővilágára. Emellett vizsgálják a tengerfenék állapotát is, egészen pontosan azt, hogy vannak-e víz alatti vulkánkitörések is. My name is Eva. Ez a csenő direkt a vulkán kedvéért utazott a szigetre. When I saw how powerful it is with my own eyes. Amikor megláttam a saját szememmel, hogy milyen erős a kitörés, egész délután remegtem. Egyetlen jó képet sem csináltam, mert egész testemmel rázkodtam, mesélte a katasztrófa turista. A drámának még nincs vége. Vasárnap éjjel leszakadt a kráter északi oldala, ami minden eddiginél erősebb kitörésekhez vezetett. A forró magma magasan lövelt fel a levegőbe, hatalmas robaj kíséretében. A láva a szakemberek szerint még inkább összesűrűsödött, gyorsabban folyik, és új útvonalat keresett. Emiatt további települések kerültek veszélybe. A tűzhányó szeptember 19-én lépett működésbe 50 év szünet után. A láva folyamatosan ömlik a kráterből, és eddig 1000 épületet semmisített meg, 6000 embert kitelepítettek. A spanyol kormány természeti katasztrófa sújtotta övezetnek nyilvánította a területet, és ezen a héten több mint 200 millió eurót folyósít a helyi önkormányzatnak. A Start mai témáit és vendégeit Kárász Róbert mondja. Jó reggelt, szia Robi! Jó reggelt kívánok, szia Anna! Nem sorrendben mondom, nem is fontossági sorrendben, de éppen most arról beszélgettünk bent a stúdióban, hogy majd itt lesz nálunk Tiszévisz Juliana immunológus. Itt nyilván a negyedik hullámról fogunk beszélni, és arról, hogy vajon mikor fog tetőzni ez a bizonyos negyedik hullám. Ugye a szakemberek már azt mondják, hogy ez októberben, ugye ebben a hónapban elkezdődött, és valamikor november elejére, közepére várható a tetőzés. Na, hogy addig mit kellene tennie Magyarországon az embereknek, harmadik oltást felvenni, vagy mondjuk nagyon odafigyelni, hogy a maszkokat viseljük a leggyakrabban, ezt is átbeszéljük. Elsőként azonban Keresztes László Lóránt az LMP részéről, illetve Rónai Sándor a DK részéről lesznek majd a vendégeink. Emiliával ugye most kint a sminkszobában éppen arról beszélgettünk, hogy majd bent a stúdióban a vendégeinkkel beszélgetünk arról, hogy az előválasztás második fordulójáig, vasárnapig vajon milyen megállapodás várható Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter között. Ugye ez azért fontos, mert az elmúlt napok eseményeit figyelve egy kicsit úgy tűnik, minthogyha a két miniszterelnök jelölt számára egy ellenség lenne, az pedig nem más, mint Dobrev Klára, miközben ugye arról beszéltek, hogy a miniszterelnök jelöltek nem egymás ellenségei, hanem csak megmérettetik magukat. Lehet-e például majd a szavazólapon egymás mellett szerepelni ugye a két névnek, mármint hogy Karácsony Gergelynek vagy Márki-Zay Péternek. Minden más belpolitikai kérdést is átbeszélünk. A Paks 2 engedélyeztetését például visszadobták, hogy mi áll ennek a hátterében, ez is téma lesz, mint hogy Kóros Lajosnál ugye a nyugdíjasoknak a helyzete, és ez a bizonyos 80 ezer forintos prémium, hogy ez elfogadható a tekintetben, hogy azzal szemben, amit ugye az ellenzék mond, hogy egyébként a nyugdíjasok, illetve a nyugdíjaknak a reálértéke 2010 óta rohamosan csökkent az ő megállapításuk szerint. Krekó Péter, ez így gyorsan elmondom, kutatási igazgató is itt lesz nálunk ugye a Political Capital részéről, hogy Magyarországon a jogállamiság sérült-e, és hogyha igen, akkor ez milyen mértékben és milyen formában, ezt is természetesen vizsgálták Magyarországon, ennek az eredményeit, megállapításait fogja majd Emilia átbeszélni Krekó Péterrel. Nem sokára kezdünk, Emilia megérkezik ide a stúdióba, addig ugye visszakapcsolunk téged, mutatunk egy kis reklámot, és akkor utána elkezdődik a mai adás. Színes adás lesz, már előre mondom, ez már csak ugye a ruháinkon is látszódni fog. Köszönöm szépen, Robi, most tehát a híradónak vége, de azonnal kezdődik a Start, maradjanak velünk. Én pedig friss hírekkel legközelebb 7-kor várom önöket. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!